Az utóbbi időben megszaporodtak az olyan esetek, amikor börtönviselt bűnözők a börtönből kikerülve több millió forinttal távozhattak, kártérítést kaptak azért, mert mondjuk nem volt elég puha a kispárna, nem volt elég meleg a zuhanyzóban a víz, vagy nem volt jó a társaság a börtöncellában. Így jártak, és láthattuk ezt az olaszliszkai lincselők esetében, vagy éppen Marián Kozma gyilkosai esetében, láthattuk ezt cigánybűnözők, és láthattuk ezt politikus bűnözők esetében is, hiszen Hagyó Miklós szintén több millió forintos kártérítést kapott a kényelmetlenségekért, amit a börtönben ezeknek a bűnözőknek, akár politikus, akár cigánybűnözőknek el kellett viselniük. Ez jogosan háboríthatja fel a magyar embereket, mert miközben ezek a bűnözők több millió forintos kártérítést kapnak a strasbourgi bíróság ítéleteinek köszönhetően, aközben a sértettek, az áldozataik nem kapják meg, vagy az áldozatok hozzátartozói nem kapják meg tőlük a kártérítéseket, sem Marián Kozma családja nem kapta meg, sem az olaszliszkai lincselők által agyonvert, meggyilkolt tanár családja sem kapta meg automatikusan ezektől a bűnözőktől a megítélt kártérítést. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom parlamenti képviselői haladéktalanul határozati javaslatot adnak be a parlamentben az országgyűlés számára azzal a céllal, hogy a magyar állam hozzon létre egy alapot, amelyből automatikusan kártalanítja azokat az áldozatokat, azokat a sértetteket, akik a bűnözők támadásait kénytelenek elviselni. És a magyar állam kötelessége lesz innentől kezdve, hogy behajtsa a bűnözőkön akár a NAV közreműködésével ezeket a kártérítési összegeket. Szintén kezdeményezem Mi Hazánk mozgalom, hogy Magyarország haladéktalanul lépjen ki a strasbourgi bíróság fennhatósága alól, ugyanis a strasbourgi bíróság elég egyértelműen látható, hogy a magyar törvényekkel, a magyar joggal és időnként az alkotmánnyal ellentétes döntéseket hoz a bűnözők védelmében, a megtámadott, sértett vagy éppen áldozat szerepébe kerülő törvénytisztelő magyar emberekkel szemben, ez pedig tűrhetetlen.